Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Május 23-a van Dezső névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei röviden. Elfogadták a Srebrenicáról szóló ENSZ határozatot. A magyar kormány már szinte Szerbia egész területére kiterjeszti gazdaságfejlesztési programját. Vajdaságban járt Magyar Levente, a magyar külgazdasági és külügyminisztérium miniszterhelyettese. 8%-kal drágultak az élelmiszerek Szerbiában az elmúlt egy évben a statisztikák szerint. Egyszeri támogatásban részesülnek azok a topolyai középiskolákba induló diákok, akik a község területén rendelkeznek lakcímmel. Elfogadta az Egyesült Nemzetek Szervezete a Srebrenicáról szóló határozatot. A New Yorkban megtartott ülésen 84 ország igennel, 19 ország pedig nemmel szavazott a határozatra, amely július 11-ét a Srebrenicai népirtás áldozatainak emléknapjává nyilvánította. 68 ország tartózkodott a szavazás során. Alekszandr Vučić szerb elnök azt mondta, a határozat megszavazása nem fog megbékélést eredményezni a térségben. Július 11-ét a Srebrenicai népirtás áldozatainak nemzetközi napjává nyilvánítják. Erről döntött az ENSZ New Yorkban. A határozat javaslat kezdeményezője Németország és Ruanda volt. Az ülésen Németország képviselője Antje Leenderce mutatta be a Srebrenicai népirtás nemzetközi emléknapjára vonatkozó határozat tervezetet. Arra kérte a tagállamokat, hogy támogassák a javaslatot. Dozvolite da budem iskrena, lažne optužbe ovoj rezoluciji su širene, zato želim da razjasnim neke stvari. Ova rezolucija nije usmerena ni protiv koga, ni protiv Srbije, cenjenog člana ove organizacije. Usmerena je protiv počinilaca genocida. Zbog toga pozivam sve da procene tekst i da podrže naš poziv i razmisle onome što se desilo u Srebrenici pre skoro 30 godina. Gospodine predsjedniče, rezolucija ima jaku podršku grupe raznih zemalja, uključujući zemalja iz područja Zapadnog Balkana i sponzori iz svih delova sveta. Priznanje važnosti regionalnog učešća, grupa je odlučila da uključi amandmane u tekst, iako je rezolucija već bila sačinjena. Crna Gora je tražila da se podvuče, da se krivična odgovornost za genocid individualna i da se ne može pripisati ni jednoj etničkoj, verskoj ili drugoj grupi ili zajednici u celini. Sigurni smo da će to pomoći da se spreče pogrešna tumačenja. Szerbia korábban azzal a kéréssel fordult a nemzetközi szereplőkhöz, hogy vonják vissza a határozat javaslatot. Alekszandr Vučić szerb elnök az ülésen is arra kérte a résztvevőket, hogy ne szavazzák meg a Srebrenicáról szóló határozatot. Felszólalásában arról beszélt, hogy szerint egy politikával átitatott határozattervezetről van szó, amely politikai célok megvalósítását szolgálja. Azok, akik a tetteket elkövették, már le vannak tartóztatva, megkapták büntetésüket, szögezte le a szerb elnök. Samo se nadam da će svi drugi genocidi u skladu sa rezolucijom iz 2015. biti priznati, uključujući genocid protiv srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, u kom vjerovatno niko od vas nije čuo te činjenice da je Srbija bila zemlja broj jedan u svetu po broju žrtava proporcionalno svojoj veličini i broju stanovništva, sa 28% mrtvih od svog ukupnog stanovništva. Druga je bila Francuska sa 10,5% na osnovu podataka iz Pariske mirovne konferencije. U Drugom svjetskom ratu bili smo među retkima u jugoistočnoj Europi koji su bili antinacistički orijentisani i platili smo najveću cenu u jugoistočnoj Europi. Više od jednog miliona Srba je bilo ubijeno. Bilo od strane nacističke Njemačke ili Hrvata nacista. Što nisu počeli sa tom rezolucijom? Mások mellett Oroszország, Fehér Oroszország, Kína, Szíria, Kuba és Magyarország is a határozat elfogadása ellen szavazott. Olyan országok, mint például Angola és az Egyesült Arab Emírségek az ülésen jelezték, hogy tartózkodó álláspontot fognak képviselni a szavazáson.
84 ország ugyanakkor igennel szavazott, ami elég volt ahhoz, hogy a határozatot elfogadják. Az európai országok nagy hányada egyébként támogatta a javaslatot. Milorad Dodik, a boszniai szerb köztársaság elnöke még az ülés kezdete előtt azt nyilatkozta, hogy a határozat Bosznia-Hercegovina végét jelenti, és javasolni fogja a békés szétválást. A Prosperitáti Alapítvány falusi házvásárlási és a vállalkozók számára kiírt pályázat nyerteseivel írtak alá szerződést csütörtök délelőtt Magyar Kanizsán. Összesen 385 pályázóval kötötték meg a szerződést több mint 4 millió euró értékben. A Vajdasági Birkózó Akadémián írta alá a szerződéseket az a 152 magánszemély és 233 vállalkozó, akik pozitív elbírálásban részesültek a tavaly novemberben közzétett pályázati kiírások valamelyikében. A tótfalusi Lázár Klaudia több próbálkozás után most sikeresen pályázott, családja számára biztosított új otthont. Háromszor a hazain, és akkor nem sikerült, úgyhogy most negyedszerre pályáztunk, de ez nagyon nagy előny nekünk, mert így külön bírunk menni, bírjuk kezdeni a saját életünket, ugye a faluban, hogy a szülőföldünkön, úgyhogy nagyon nagy segítség. Szél László egy szabadkai vállalatot üzemeltet, már korábban is pályázott a Prosperitáti Alapítványnál, korábban is és most is a munkájához szükséges gépet tudta így megvásárolni. A tervezéstől a kivitelezésig, tehát a ragasztás, autóragasztás, kirakatok, mindenféle reklám dolog. És akkor például a legutóbb akkor egy ilyen kasírozóasztalt pályáztam, most pedig egy UV nyomtatót, már lehet róla beszélni, ami segíti majd a kasírozóval az UV nyomtat, összekötöttem a kettőt. Az elmúlt 8 év alatt ez már a 6. alkalom, amikor több száz nyertes pályázóval kötötte meg az alapítvány a szerződést. Az eseményen jelen volt Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminisztériumának miniszterhelyettese, aki elmondta, körülöttünk egyre feszültebb a helyzet, de a nemzetnek továbbra is össze kell tartania. Egy fokozott európai légkörben vagyunk ma itt együtt, és ez adjon különös jelentőséget és különös fontosságot annak, hogy mindezek ellenére, a nehéz külső körülmények ellenére, annak ellenére, hogy nyilván a háború következményei elvonnak erőforrásokat a magyar kormánytól is egyéb vonatkozásokban. Itt vagyunk, és ilyen szép számban ünnepelhetjük a magyarságunkat, ünnepelhetjük azt, hogy van egy erős magyar anyaország, amelyik kiáll a határon túli testvéreiért. Ezek a pályázati lehetőségek nem jöttek volna létre a VMS néhai elnöke Pásztor István és Magyar Levente közreműködése, a közös politikai nézetek, a Prosperitáti Alapítvány és a segítőkész emberek nélkül, emelte ki a VMS elnöke. Dr. Pásztor Bálint hozzátette, az elmúlt években nagyon sokan ennek a lehetőségnek köszönhetően hazajöttek. Az bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösségnek a túlnyomó része továbbra is itthon a szülőföldön képzeli el a boldogulást, akár családként házvásárlással, akár mezőgazdasági termelőként, akár gazdasági vállalkozást működtetve és munkahelyeket teremtve. Az ünnepi beszédeket követően a nyertesek aláírták a szerződéseket. Az Adorjani Kontakt Kft.-ben megvalósult beruházásokat tekintette meg ma dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke, valamint Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyminiszter helyettese. Az Adorjani székhelyű Kontakt Kft. Elsősorban gabona és állatfelvásárlással foglalkozik. Már a kezdetektől hatalmas sikernek örvend a Vajdasági Magyar Szövetség gazdaságfejlesztési programja, melyet a magyar kormány segítségével közösen valósítanak meg. Mindenféleképpen hatalmas előrelépést jelent ez számunkra is, cég számára is, valamint itt a közösség számára is, ugyanis az ország legnagyobb kiviteli farmját sikerült felépíteni, és ez ugye már a tavalyi évben és az idei évben is meglátszódott a báránynak az árán, mert nem csak a környező országokba értékesítsük a bárányt innen Szerbiába, Vajdaságból, hanem tengeren túlra is, és mindjárt egy kicsikét jobb árat lehet elérni.
Az Adorjáni székhelyű Kontakt Kft. Mára olyan innovatív tevékenységekkel is foglalkozik, mint a brikettgyártás, vagy a napelemből nyert napenergia hasznosítása. Mai nap kitűnően szemléltető, hogy a Prosperitáti Alapítvány létének mi az értelme. Egyrészt közel 400 pályázóval került ma sor szerződés aláírására, házvásárlásra, illetve kisvállalkozók számára Magyarkanizsán. Majd itt Adorjánon átadásra került a Kontaktnak az újabb beruházása, ami egy nagy léptékű gazdasági fejlesztés. A gazdaságfejlesztési program keretében már több mint 500 milliárd euró értékben valósultak meg beruházások, ezzel erősítve a vajdasági magyar tulajdonban lévő vállalkozókat. Nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy folytattuk és a jövőben is folytatjuk azt a házvásárlási programot, amelynek révén immár több mint 1300 magyar család jutott olyan ingatlanhoz, lakóingatlanhoz, ahol gazdálkodást tudnak folytatni, gazdálkodó életmódot tudnak vállalni. Ezek fiatal családok túlnyomó részt kisgyerekkel vagy gyerekvállalás előtt. Magyar Levente továbbá kiemelte, hogy a vajdasági magyarok a továbbiakban is számíthatnak az anyaország támogatására. A hivatalos statisztikák szerint az élelmiszerek az elmúlt egy évben 8%-kal drágultak Szerbiában, néhány élelmiszer ára azonban jelentősen meghaladta ezt a szintet. A köztársasági statisztikai hivatal adatai szerint a sertéshús ára 12 hónap alatt 12,7%-kal emelkedett, a babé 10,5-lel, a konzervhal ára 10,3%-kal, a szárított gyümölcsé 8,8-al, míg a szárított és feldolgozott zöldség ára jelentősen 18,4%-kal nőtt, a só és fűszerek pedig 13%-kal drágultak. A statisztikák szerint az éves infláció idén áprilisban 5% volt. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztói árak áprilisban az előző év azonos hónapjához képest, vagyis az elmúlt 12 hónap során ilyen mértékben emelkedtek. Botrányba fulladt a Dubonában és Mála Orrásjében történt gyilkosságok gyanúsítottjainak pere. Szmederevóban a tárgyalóterembe vezették Uros Blázsityot, aki a 2023-as álmokfutása során 9 fiatalt megölt és 12 személyt megsebesített. Amikor a rendőrök bevezették és a gyanúsítottak megpillantották az áldozatok szülei, akkor elszabadult a pokol. A családtagok rátámadtak Uros Blázsitra, majd egy tucat rendőről körülvéve elhagyott. Hagyta a tárgyalótermet. A szerbiai RTV beszámolója szerint az egyik szülő, akinek 2 gyermeke vesztette életét az álmokfutás során, azt mondta, a fiával 12 golyó végzett, míg a lánya 8 lövést kapott. Ő nem fogadja el a pert, csak is az életfogytiglani börtönbüntetést. A helyszínre érkeztek a mentők is, mert többen rosszul lettek a tárgyalóteremben, kár is keletkezett. Július 4-én parlamenti választás lesz az Egyesült Királyságban. Rishi Sunak, brit kormányfő a miniszterelnöki hivatal előtt mondott beszédében váratlanul bejelentette a hírt. Úgy fogalmazott, hogy most jött el a pillanat, amikor dönteni kell Nagy-Britannia jövőjéről. Szerinte a legfőbb kérdés, hogy az emberek hogyan és kiben bíznak meg. Elmondta, hogy szerinte riválisa a munkáspárti Keir Starmer csak a hatalmat akarja, de folyamatosan változtatja a véleményét, és nincs neki terve arról, hogy mit kell tenni. Azt mondta, hogy büszke arra, hogy a kormánya elért szerinte jobb jövőt teremtettek az Egyesült Királyságban élő gyermekek számára. Sunak nem adott magyarázatot arra, hogy miért július elején tartják a választásokat, és miért nem a korábbi terveknek megfelelően szeptemberben. Egyszeri támogatásban részesülnek azok a topolyai középiskolákba induló diákok, akik a község területén rendelkeznek lakcímmel. Erről határozott egyebek mellett a topolyai községi képviselőtestület. Nemrégiben emelték az egyetemisták ösztöndíját, és az általános iskola első osztályába indulók is egyszeri juttatást kapnak, a középiskolások úti költségét is támogatják. Az új határozattal még nagyobb hangsúlyt szeretnének fordítani az oktatásra, mondta Szatmári Adrián, Topolya polgármestere.
A támogatás összegéről a községi tanács fog majd határozni a közeljövőben, és ezzel az intézkedéssel is szeretnénk támogatni a családokat, szeretnénk terhet levenni a családoknak a válláról. Ugyanakkor azt szeretnénk elérni, hogy a diákok az mellett döntsenek, hogy a tanulmányokat itt folytassák a Topolya községben működő középiskolák egyikében. Ezzel is azt szeretnénk, hogy minél többen és minél nagyobb létszámúak legyenek a Topolya községet területén működő középiskolákban az osztályok. És természetesen a hosszú távú célunk az nem más, mint az, hogy a diákok, azaz a fiatalok itt képzeljék el a jövőjüket, Topolya községben képzeljék el a jövőjüket. Hamarosan folytatódik Bácskossuth falva központjában a járdák térkövezése. Befejezték az egykori jegyzőház felújítását. Új S2 teremben köthetnek házasságot a fiatalok. A fejlesztéseket a Bácskossuth falvi helyi közösség és Topolya önkormányzata támogatta. Az elmúlt években megkezdődött Bácskossuth falván a központ rendezése, a járdák térkövezése. A topolyai önkormányzat csak nem 6 millió dinárral támogatja a terv megvalósítását. Ez egy 250 méternyi járólapnak a lerakása, ez ennek a projektumnak a folytatása, valamint a színház előtti térnek a szintén térkövezése. Ez egy nagyon fontos dolog azért, hogy a falu központunk még szebb legyen. Ez mellett persze díszvilágítást szeretnénk lerakni, és folytatni egy következő szakaszban egészen a református templom előtt, valamint a falunak egy kimaradt kis része van még hátra. A Bácskossuth falvi teleházban korszerű szolgáltatásokat nyújtanak a helyieknek. Az értelmiségi fórum klubhelyisége a könyvfogyatékoknak ad helyt. Itt ingyen folytathatják tudományos kutatásaikat a diákok, egyetemi hallgatók. Az önkormányzat és a helyi közösség 1,9 millió dinárral támogatta az egykori jegyzőház felújításának utolsó fázisát. Büszkék vagyunk arra, hogy negyed évszázaddal azután, hogy megkezdte itt egy fiatal csapat a felújítást ebben a házban, most végre befejezhetjük. Ennek nagyon sok fordulója volt, de a vége a lényeg, ugye, hogy gyakorlatilag itt található a vendégház, a felújított könyvtár, az a klubhelyiség, amiben jelenleg vagyunk, és a felújított teleház. Tehát ilyen tény, ez a több mint 100 éves épület belülről és kívülről is teljes egészében meg tudott újulni. A helyi közösség épülete az 1880-as években épült, az 1970-es években volt utoljára felújítva. Itt található az S2 terem, amely teljesen megújult, modern hang- és fénytechnikát is kapott. A beruházás értéke 1,3 millió dinár, melyet szintén önkormányzati forrásból biztosítottak. Tavaly kezdtük el a nyílászáró cseréjét az utcafrontról, tehát új nyílászárók vannak, amivel ugyanolyan szükségünk volt, és persze az itt elavult bútorzat, az itt színezet, a megvilágítás, ezt mind kicseréltük. Nagyon-nagyon örülünk annak, hogy egyedül csak a padlózatát adtuk meg, a parkettát, ami nagyon jó állapotban levő. Idén folytatódik a nyílászárók cseréje a helyi közösség épületén. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó folytatásában. Ma zárul Újvidéken a mezőgazdasági kiállítás. Novák Djokovic a negyed döntőbe jutással ünnepelte 37. születésnapját. Utolsó napjához érkezett a mezőgazdasági kiállítás Újvidéken. Az expo befejező témája az állattenyésztés volt. Előadásokat tartottak a haszonállatok tenyésztéséről, a méhészetről, valamint a hús- és tejipar kihívásairól. Idén Jablan a csaknem 1600 kg-os tenyészbika volt a legkiemelkedőbb az állatállományban. Emellett a lovakat, kecskéket és juhokat is osztályozták. Stiglo je 468 ovaca, ali da kažem, znači preko 460 ovaca i stiglo je nekih 25-30 grla koza, još ćemo videti. Ono što smo do sada obišli, obzirom da je tek početak ocenjivanja, moram priznati da kvalitet grla me prijatno iznenadio. Mogu sam reći da pravac očarstva je dobar u kom idemo, ali to se očekuje. Jednostavno, država je puno uložila u ovu proizvodnju, odgajivači su pokazali veliku zainteresovanost, a i sama zainteresovanost farmera za izlazak ovaca na ovu izložbu, ja mislim da je možda i najveća od svih vrsta domaćih životinja. A megbeszéléseken, konferenciákon megvitatták az állatállomány jelenlegi helyzetét, az ágazat kihívásait.
Milorad Malić, tartományi mezőgazdasági segédtitkár kihangsúlyozta, az elmúlt 6-7 évben nagy mennyiségű támogatás érkezett ebbe a szektorba, de ez inkább a minőségben látszik meg, mint a mennyiségben. Danas je dan stočara kao i svake godine četvrtak. Imali smo jako lepe prezentacije onoga što se dešavalo na sajmu, izložba grla, pehari, pohvale. Ima još puno da se radi na toga. Genetski materijal je jako dobar koji se prikaza na sajmu. Međutim, iz godine u godinu vidimo pad broja stoke, što nije dobro, ali jedna druga strana je dobra što je rađeno na kvalitetu, tako da taj broj grla stoke koji je manji nadoknađuje ovaj kvalitet, visokokvalitetni priplodni grla. Idén 6 napon keresztül volt látogatható a rendezvény, amelyen ez idő alatt 40 ország 1200 kiállítója mutatkozott be. Temerini gazda nyerte az újvidéki mezőgazdasági vásár fődíját, a Szerencse Paska Oszkárra mosolygott rá, aki egy vadonatúj John Deere 5045D típusú traktor tulajdonosa lett. A nyertes telefonon értesítették az illetékesek a jó hírről, aki röviden csak annyit kérdezett, hogy ez valami tréfa. Gratulálunk a nyertesnek! Választások 2024. A pályázati lehetőségek és a falugazdás szolgálat is nagy segítséget jelent a vajdasági gazdáknak, aki csak teheti, minden támogatási lehetőséget és szakmai tanácsot igénybe vesz annak érdekében, hogy gazdaságát fejlessze. A moholi Almádi család több alkalommal is sikeresen pályázott a Prosperitáti Alapítványnál. Új traktort és kapcsolható eszközöket is sikerült vásárolniuk a támogatásnak köszönhetően. Sikerült vásárolni pótkocsi, bemunkáló, gruber. Az öcsém, az sikerült neki elnyerni egy nagyobb pályázatot a Prosperity által a traktorvásárláskor. Földvásárlásra is sikerült pályázatot elnyernünk. A moholon megvalósult fejlesztéseket többek között a mezőgazdaság terén illetékes politikusok is megtekintették, majd pedig Zentára látogattak, ahol a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének székházában találkoztak a környékbeli gazdákkal. Nagyon fontos, hogy olyan polgármestereink legyenek, akik támogatják például a falugazdászoknak a működését. Elhangzott az, hogy ott van falugazdász, ahol VMS-es polgármester van. Nincs kivétel egyik, illetve másik irányba se nagyon. Úgyhogy ezért fontos az, hogy június 2-án, ezért is fontos, hogy június 2-án a VMS-nek minél több polgármestere lehessen a Vajdasági Magyar Közösség tagjai szavazatainak jó voltából. Vajdaságba látogatott Györfi Balázs, a Magyarországi Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke is, aki a június 9-én esedékes európai parlamenti választásokon a Fidesz-KDNP listáján a 4. helyen szerepel. Az a jó kapcsolat, ami most már jóval több mint 10 esztendeje tart itt az itteni Agrárszövetséggel, az azt gondolom, hogy adott annyi hátteret, annyi tapasztalatot, annyi ismeretet, hogy talán képes leszek az itteni emberek érdekei szerint is cselekedni az Európai Parlamentbe, az ottani folyamatokba úgy bekapcsolódni, hogy hasznos tagja lehessek annak a közösségnek, amely ezért a térségért dolgozik. A Fidesz-KDNP képviselőjelöltjeinek listáján Vicsek Anna Mária is helyet kapott. Ennek köszönhetően a vajdasági magyarságnak valószínűleg a következő ciklusban is lehet majd képviselője az Európai Parlamentben. Hangzott el a találkozón. Szerbiában a változások mindig olyan városokból indulnak ki, mint a Nagy Kikinda, Nagybecskerek és Újvidék, jelentette ki Bojan Kostres, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke, a Vajdaságiak nevű koalíció lista vezetője. Kostres támogatta a Válaszda változást Nagy Kikinda egyesült ellenzéke, Mirko Socs koalíciós listát. Elégedettségét fejezte ki, hogy a Vajdasági Szociáldemokrata Liga jelöltje Miroslav Grujic az első ezen a választáson. Listán. A politikus arra biztatta a polgárokat, hogy menjenek el szavazni és harcoljanak egy jobb életért. Nehéz a magyarság erejét fenntartani Sándor egyházán, de akik itt maradtak, mindent megtesznek ennek érdekében. Hangzott el a településen megtartott közösségi találkozón. Kovács Elvira, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője, valamint Pintér Anna Mária, a VMS intézőbizottságának tagja,
köszöntötte a megjelenteket, illetve Ranc Károly, a párt pancsovai lista vezetője. A Bonácz Sándor Magyar Művelődési Egyesületben megtartott rendezvényen elhangzott, Pancsován önálló listával indul a VMS az önkormányzati választásokon. A közösség megtartása és fejlesztése kiemelten fontos, ezért is június 2-án esedékes voksoláson a 2-es számot kell bekarikázni, nyilatkozta Kovács Elvira. Pancsova község területén, ahol a magyarság aránya alig 2%, vagy már sajnos annyi sem, egy ilyen nagyvárosban, amely harmadik vajdaságban, nekünk önállóan sikerült listát állítanunk. Tehát az aláírásgyűjtés néhány napig tartott, de kihirdették 2-es alatt a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint listát, és ugyanerre kértem, ugyanerre az odaadó munkára, segítségre jelenlevőket június 2-án is, mert mindenkit meg kell mozgatni úgy ebben a faluban, mint Hertelenfalván, Pancsován, sőt a szomszédokat is, akik nem csak magyarok, mert meggyőződésünk, hogy ami jó az itteni székely magyaroknak, az biztosan jó a többségi nemzetnek is, és ha mi nem, akkor ki más állna ki a mi kisebbségi érdekeinkért Pancsova város területén. Választások 2024. Az Ökumenikus Segélyszervezet 3000 gyerek egész éves támogatására gyűjt pénzadományt. A segélyszervezet elő gyermeknapot tartott a kicsiknek tegnap Budapesten játékos foglalkozásokkal. Vendégként Mezei Léda színésznő, Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó és Katus Attila sportaerobik világbajnok is meglepte a kicsiket. Az eseménynek a Várkert Bazár Ivol Miklós művészeti terme adott otthont. A gyerekek twistereztek, részt vehettek a toronyépítős vagy a mocsaras játékban, illetve rajzolós és mondókás feladatokban is. Mocsaras játékot próbáltunk ki. Igen, ezt próbáltuk ki, hogy volt a mocsár és kő. Ha a kőre léptünk, az jó volt. És mit szeretnétek még kipróbálni a játékok közül? Hát mindent, úgymond. Igen, mindent. Katus Attila, sporterobik világbajnok, önkéntes bemelegítő gyakorlataival indult az Ökumenikus Segélyszervezet élménydús előgyermeknapi programja. Több mint 30 gyerek érkezett ide hozzánk a Várkert Bazárba, ők is olyan gyerekek, akikkel az Ökumenikus Segélyszervezet egész évben foglalkozik. Ők éppen Észak-Kelet-Magyarországról érkeztek, de országszerte vannak gyerekeket támogató programjaink. Mi ezt az egész programot egyébként kapaszkodónak hívjuk, és erre a programra gyűjtjük ebben az időszakban az adományokat a 1353-as adományvonalon, illetve a segélyszervezet honlapján. Az Ökumenikus Segélyszervezet azon dolgozik, hogy egész évben pénzt gyűjtsön 300 gyereknek. Gyurta Dániel, olimpiai bajnok úszó, már tavaly is részt vett a segélyszervezet munkájában. Vannak olyan gyerekek ma, akik még nem voltak soha fővárosban, nem voltak soha itt még a Dunapartján, itt Budapesten, nem voltak itt a várban, úgyhogy nekik pluszban ezt az élményt is próbáljuk megadni itt a mai nap, hogy egyáltalán lássák itt a főváros, és emellett pedig olyan programokat igyekszünk nekik összeállítani, amikkel tényleg a fejlesztésükben próbálunk részt venni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos program, talán az egyik legfontosabb program az egész segélyszervezet egész éves munkájában. További információ a szervezet munkájáról a www.segélyszervezet.hu honlapon található. Megalakult a Vajdasági Magyar Edzők és Testnevelők Egyesülete Zentán. Az ötlet egyik kezdeményezője Szegedinszki Igor volt. Elmondta, bízik abban, hogy mindazok, akik oktatják a sportot, csatlakoznak az egyesülethez. Céljuk, hogy összefogják a vajdasági magyar edzőket és testnevelő tanárokat, szakmai segítséget tudjanak nekik nyújtani és szakmai képzéseket szervezzenek. Az alakuló ülésen jelen volt Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke, és dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. A VMS elnöke kiemelte, a szakmai szervezet megalakulása egy fontos pont a vajdasági sport és a helyi magyarság életében. Az alakuló ülésről szóló bővebb összeállításunkat megtalálhatják a pannon.rtv.com-on.
Novák Djokovic a negyed döntőbe jutással ünnepelte 37. születésnapját. A szerb teniszező a német Jannik Hanfmannt múlta felől 2-0-ra és jutott tovább a genfi tornán. Djokovic jól kezdte a mérkőzést, viszont voltak kilengései. Hanfmannnak 7 bréklabdája volt az első szetben, de egyiket sem használta ki, majd az 1 órás felhőszakadás után a világ elsőnek sikerült megnyerni az első szettet. A második játék részben a német egy bréklabdával pótolta a kihagyott lehetőségeket. A mérkőzés végén a szervezők a szerb teniszezőt tortával ajándékozták meg. A következő körben Djokovic a Denis Shapovalov és Tallon Grigspor párharc győztesével találkozik. Eddig tartott a híradó, jönnek még egyszer a nap fontosabb hírei címszavakban. Elfogadták a Srebrenicáról szóló ENSZ határozatot. A magyar kormány már szinte Szerbia egész területére kiterjeszti gazdaságfejlesztési programját. Vajdaságban járt Magyar Levente, a Magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese. 8%-kal drágultak az élelmiszerek Szerbiában az elmúlt egy évben a statisztikák szerint. Egyszeri támogatásban részesülnek azok a topolyai középiskolákba induló diákok, akik a község területén rendelkeznek lakcímmel. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. Szép estét, a viszontlátásra!